Köszöntöm nézőinket, ez a Mozaik a Sopron televízióban. Sopron szolgálatáért díjban részesült Kovács László rendőr alezredes, a Soproni Rendőrkapitányság bűnmegelőzési tanácsadója a hűségnapi ünnepségen, még a tavalyi évben, december 14-én. Vendégünk alezredes úr, akinek gratulálok ebből az alkalomból is. Szépen köszönöm. No, ugye ez a díj olyan személy részére adományozható, mondom el nézőinknek, akik Sopron város közigazgatási területén teljesít szolgálatot, kimagasló tevékenységet folytat a bűnmegelőzés, bűnüldözés, az igazságszolgáltatás, a közbiztonság, a tűzoltás, kárelhárítás, tűzmegelőzés, egészségügyi szolgálat területén. És hát ebben Kovács László tulajdonképpen azt mondhatom, hogy nagyot alkotott, hiszen rengeteg gyereknek ad nap mint nap nagyon sok jó tanácsot azért, hogy ne kerüljenek semmiféle slamasztikába. Pontosan így van. Talán az elején azzal kezdeném, hogy óriási öröm és hatalmas megtiszteltetés ez a kitüntetés az önkormányzat részéről. Már csak azért is, mert a rendőrség részéről tudomásom szerint én vagyok a második főtiszt, aki ilyen komoly elismerésben részesült. Hát ez nyilván, hogy örömmel tölt el. Nagy megtiszteltetés, köszönöm az önkormányzatnak, képviselőtestületnek, többek között a médiának is, és nem utolsó sorban a Hűség város lakóinak. Iskolák. 7 éve folytatom ezt a tevékenységet a bűnügy bűnmegelőzés területén, oktatási intézmények vonatkozásában. Látom el speciális feladatomat tulajdonképpen úgy, mint egy rendőrtanár. A területen pedig, hát ahogy említettem, volt a bűnmegelőzés. Elsősorban tanórákon, osztályfőnöki órákon tartok előadásokat különböző oktatási intézményekben. Alapvetően 3 intézmény tartozik hozzám 7 éve. Ez a Handler iskola, a Széchenyi gimnázium, illetve a Kozmutca iskolánk a szakiskolai része. Olyan igény jelentkezett egyébként tapasztalataim szerint a 7 év során, hogy nagy örömre szolgált, hogy más tanintézetek is megkerestek, és eleget téve az iskolák tantestületének kéréseinek, a város más középiskoláiban, vagy vonzás közel tekintetében, például Fertődön is folytatók bűnmegelőzési tanácsadói feladatokat, illetve ilyen jellegű előadásokat tartok. És azt is szeretném jelezni, hogy utóbbi időben, ez most már azért 1-2 éve, a város általános iskoláinak felső tagozatában is besegítek kolléganőimnek, hisz olyan igény jelentkezett erre a részterületre, amit a rendőrség részéről biztosítunk a diákok részére, hogy nehéz akár 2 embernek is eleget tenni ennek a követelménynek, de magunk tudásunk, felkészülések szerint nagyon szívesen, nagy örömmel segítjük a diákokat olyan vonatkozásban, hogy megfelelő ismereteket adjunk a bűnmegelőzés területén, azaz olyan prevenciós tevékenységet folytassunk irányukba, ami azt szolgálja, hogy lehetőleg szabálysértést, illetve bűncselekményeket ne kövessenek el. Ugye mi itt már a Sopron televízióban is rengeteget foglalkoztunk ezzel a tevékenységgel. Azért azt mindig is gondoltam, hogy megkérdezem, de aztán nem tettem meg, de most megkérdezem. Ennyire nagy veszélyben vannak a gyerekek? Tehát, hogy ilyen sokat változott a világ 10, 20, 30, 50 évvel ezelőttihez képest, hogy sokkal több inger és lehetőség van a gyerekek körül, hogy aztán rossz útra lépjenek? Én azt gondolom, hogy igen. Nem hiába találták ki ezt a rendőrségi részfeladatot 7 évvel ezelőtt. A belügyminiszter úrnak volt egy feladat meghatározása az Országos Rendőrfőkapitányság vezetése irányában, és 2013-ban létrehozták tulajdonképpen ezt a szervezeti részt. Az országban hozzávetőlegesen egy 130-150 fővel látjuk el ezt a feladatot. A város különböző nagyvárosaiban, esetleg kisvárosaiban, de rettenetes sok iskolában. Talán ez a tény is mutatja, hogy nagy szükség van az ilyen jellegű feladatokra, az ilyen jellegű tájékoztatókra, amit adunk a diákok irányába, mert való igaz, hogy a bűncselekmények száma országosan ugyan csökkent,
de vannak olyan részterületek, amit jó, ha megelőzünk. Azzal, hogy a diákok között ott vagyunk, elmondjuk nekik rendőrségi ismereteinket, tapasztalatainkat, feldolgozunk egy adott cselekményt az utóbbi időszakokról, illetve olyan jellegű jogi bűnmegelőzéssel kapcsolatos témákról adunk felvilágosító, általában interaktív előadásokat, mely azt szolgálja, hogy a gyerekek még véletlenül se jussanak el bűncselekményig. Az élet azt mutatja, hogy azért egy-két kivétel sajnálatos módon van. Tehát ugye van egy kedvenc mondásom, hogy ne dugjuk a fejünket a homokba, mint a struc, mert ettől még azt kell mondanom, hogy igen, létezik, igen, van. De biztos, hogy a tevékenységünk és a munkánk szolgálja azt, hogy ezen cselekmények azért visszavonulóban vannak, úgymond. Sok olyan információt kapnak a gyerekek tőlünk, a diákok tőlünk, ami elsősorban az utóbbi időszak sláger témáira vonatkozik. Kettő ilyet, hogyha megenged, kiemelnék. Az egyik az iskolai erőszak, a másik pedig, hát másik sláger téma, ez sajnos már hosszú éveken keresztül így működik, ez a drogfogyasztás, kábítószerfogyasztás kérdése. Az előadások döntő többsége erre vonatkozik, illetve a számítástechnikai eszközökkel elkövethető bűncselekményekre, az internet helyes használata követelményrendszerére adunk megfelelő, azt gondolom, jó tanácsokkal ellátott információkat. Ha valaki Kovács László rendőr alezredest szeretné megtalálni mondjuk június legvégén, július elején a városban, akkor egy helyre kell koncentrálni, ez pedig a Volt Fesztivál, hiszen szinte évről évre találkozunk ott, már csak azért is, mert nem csak az iskolákban nyújt segítséget vagy ad tanácsokat, hanem a rendőrség bizony ott van a fesztiválon is, ahol aztán tényleg rengeteg ember fordul meg, és rengeteg embernek lehet jó ötleteket és jó tanácsokat adni. Ez pontosan így van, hogy a főszerkesztő úr is mondja. 6. éve vettem részt a Volt Fesztiválokon. Idén egy sajátos helyzetünk volt, illetve 2019-ben egy sajátos helyzetünk volt, amikor már saját sátorral jelentkeztünk. Olyan jellegű információ, döppinget vittünk a tisztelt látogatók, fiatalok irányába, ami azt mondom, hogy párját ritkítja, olyan számítástechnikai komoly játékokon keresztül lévő információt kaphattak az érdeklődők, akik iszonyatos nagy létszámmal voltak, magunk is meglepődtünk egyébként ezen a létszámon, akik meglátogattak bennünket. Információkat cseréltünk, véleményeket cseréltünk, rendkívül szépen és jól tellett el ez az 5 nap, amit ott eltöltöttünk a Volt Fesztiválon, és visszhangokból az a véleményünk, helyes volt az ott létünk, jót tettünk, megfelelő információkkal láttuk el a diákokat, illetve a fiatalokat. Remélhetőleg megakadályoztunk esetleg olyan cselekményeket, amik bekövetkezhettek volna, hát ugye ezt nehéz mérni, de érzékelni az elmondottakból, bizonyos információkból, amik ugye visszajutottunk, úgymond a fülünkbe, arra enged következtetni, hogy ez helyes, jó út, ott kell lennünk, segíteni kell az odalátogató fiatalokat, azzal, hogy a rendőrségi információkat, ami rájuk vonatkozik értelemszerűen, bűnmegeléssel összefüggő, megosztjuk velük, véleményt cserélünk, az én megítélésem szerint rosszat nem teszünk. Ebben biztos vagyok. Egyébként ugye megtudtam, hogy ebben az évben nyugállományba vonul, és de hát addig azért teljes gőzzel gondolom ellátja ezt a feladatot, amit eddig is. Mivel vállaltam, természetesen ennek a tanévnek tudásom szerint eleget teszek, nyári időszakban úgymond szolgálok és védek továbbra is, és hát bekövetkezik az őszi időszak, amikor elértem a nyugdíjkorhatárt, és azt gondolom, hogy itt a mód és lehetőség arra, hogy talán egy kicsit aktívabban pihenhessek. Ettől függetlenül már most szeretném jelezni, hogyha valamilyen formában igény jelentkezik továbbra is munkámra, tevékenységemre, akkor nagyon szívesen állok rendelkezésre.
Kovács Lászlónak jó egészséget, még jó munkát, aztán a nyugdíj elérésekor pedig majd jó pihenést és aktív időtöltést kívánunk, és még egyszer szeretnénk gratulálni a Sopron szolgálatáért díjhoz. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a lehetőséget, hogy nyilatkozhattam. Kedves nézőink, ez volt Mozaik című műsorunk, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!